változás várható hamarosan Gyergyószent Miklóson a csatornázási díj kiszámolásában. Folytatják a tavasszal elindított csemete ültetési akciót a Szent Anna kápolnáknál. November 5-én szombaton megszabadulhatunk a feleslegessé vált elektronikai berendezésektől Gyergyószent Miklóson. Köszöntöm nézőinket, a Fénypont november 3-ai kiadását látják, jó estét kívánok! A Richter skála szerinti 5,4-es erősségű földrengés volt ma reggel 6 óra 50 perckor Vráncsa szeizmikus térségében, Buzau megyében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A földrengés Háromszéken is érződött. A Földfizikai Intézet pontosította ma reggel a szeizmikus mozgás mélységét. Az új jelentés szerint 148,8 kilométeres mélységben történt. Epicentruma Brassótól 73, Bukarestől 122 kilométerre volt. A katasztrófa védelem jelentése szerint nem érkezett segélyhívás a 112-es számra a földrengés miatt, és anyagi károkat sem jelentettek. Romániában 2,5 éve nem volt ehhez hasonlóan erős földrengés. Változás várható hamarosan Gyergyószent Miklóson a csatornázási díj kiszámolásában. A szolgáltató várja az önkormányzati testület jóváhagyását. Ezt követően ugyanolyan mennyiségű szennyvízről állít kiszámlát, mint amennyi ivóvizet elhasznált az adott fogyasztó. Ez mostanáig nem így működött, hosszú évek óta. Gyergyószent Miklóson hosszú évek óta a lakók az elfogyasztott ivóvízmennyiség 80%-ára fizetnek csatornázási díjat csupán. Ez a számlázási mód jelentős veszteséget generált a szolgáltatónak, ezen szeretnének változtatni, tudtuk meg Zója Lászlótól, a hővíz és csatorna szolgáltató közmű igazgatójától. Véleményem szerint a keret szabályzat nem kellőképpen értelmezése miatt a hajdani önkormányzat azt a paragrafus hagyta benne a szabályzatba, hogy az összegyűjtött szennyvíz mennyiségéből csak 80%-ot számlázhat a szolgáltató, 20%-ot nem tudom kinek a szép személyé és miből kell tisztítani. Ugye azt mindenki tudja, hogy a szennyvíz tisztításnak a költségei még magasabbak, mint az ivóvíz előállításának a költségei, különösen itt a mi vidékünkön, és ezért már indulásból ez a szolgáltató úgy volt elindítva, hogy körülbelül havonta olyan 30-40 ezer lejes mínusza keletkezett, ami éves szinten ugye felmehet egészen 300 ezer lejig, ha így megfuttatjuk. Ez az úgynevezett rákényszerített veszteséget más forrásokból kellett fedezze a szolgáltató, amiből egyre kevesebb áll a rendelkezésükre. Én azt kértem a polgármesteri hivataltól, illetve a tanácstól, hogy értsenek egyet, hogy az összegyűjtött szennyvíz mennyiség teljes mértékben legyen leszámlázható. Mert nincsen arra magyarázat, hogy miért csak 80%-a. Ha már 80, miért nem 60, vagy miért nem 75. Egy szaktanulmányt kellett volna készíteni, de cég az országban ilyen, aki egy ilyen szaktanulmányt készítsen, nem felelhető, tehát nincs aki. A másik gond pedig az, hogy ugye mindannyian tudjunk, mert általában voltunk blokklakók is, és lakásokban lakunk, hogy az ivóvíz utolsó cseppig szennyvízzé fog átalakulni. Akár ételbe kerül, akár mosakodásra használjuk, akár vécéöblír, mindegy mire használjuk, de abból szennyvíz válik. És akkor nem értem, hogy miért nem számlázható le a bemenő ivóvíz mennyiség szennyvízként is, mert az a bemenő ivóvíz mennyiség minden lakásból valamilyen formába, szennyvíz formájába kijön. Tehát ez a magyarázata annak, hogy én arra kértem a testületet, nyilván, hogy ez döntés kérdése, a testület el fogja dönteni, hogy nekem igazam van-e vagy nem,
Viszont azt is kértem, hogy amennyiben a nem mellett szavaznak, akkor jelöljék meg azt a forrást, amiből annak a 20% szennyvíznek a tisztítását fedezni lehet. Zója elmondta, ezt már hónapok óta kéri, csak most került kifüggesztésre a tervezet. Reméli, ha novemberben nem is, de legalább decemberben ez a kérés a képviselők elé kerül, és ha elfogadják, akkor megváltozik a számlázási módszer. Hozzátette, ezentúl is lesznek kivételek a csatornázási díj fizetését illetően, ugyanis azok, akik állatitatáshoz, illetve kerti öntözéshez használják a vezetékes vizet, nem kell a teljes mennyiségre csatornázási díjat fizessenek. Ők azonban egy mérőórával ellátott kerti csapot kell felszereljenek, és akkor annak az állását kivonják a főóra által mért fogyasztásból, és csak a különbözetre kell csatornázási díjat fizetni. Ugyanígy azok a vállalkozások, akik bizonyítani tudják, hogy az elfogyasztott ivóvíz egy részét termékként értékesítik, magyarázta Zója László, a Gyergyószentmiklósi Hővíz és Csatorna Szolgáltató közművezetője. Nikolaj Csuka miniszterelnök kijelentette, hogy korrigálni fogják a tűzifa köbméterenkénti árát 400 lejre korlátozó rendeletet. A kormányfő egy sajtótájékoztatón ismerte be, hogy elszámolták magukat, és a köbméterenkénti 400 lejes ár nem felel meg a realitásnak. A döntés meghozatala előtt a Környezetvédelmi Minisztérium arról tájékoztatta a kormányt, hogy a Romszilva vállalattól 200 lejben vásárolható a tűzifa köbmétere. Ehhez az árhoz hozzáadták a különböző költségeket, és így állapították meg a 400 lejes felső határt, magyarázta. Kiderült, hogy ez nem egészen felel meg a valóságnak, ezért korrigálni fogják. Be tudjuk ismerni, ha valamit tévedtünk, és meghozzuk a szükséges korrekciókat, hangsúlyozta a miniszterelnök. A kormány október 5-én fogadta el a sürgősségi rendeletet, amely szerint a tűzifa és a fűtésre használt fa apríték, fa forgács, fűrészpor esetében köbméterenként 400 lejre korlátozták a végső felhasználóknak számlázható árat. A jogszabály ársapkát vezet be a fűtéshez használt briketre és pelletre is. A briket tonnánkénti árát 1500 lejre, a pelletét pedig 2000 lejre korlátozták. Folytatódik a tavasszal elindított csemeteültetési akció a Szent Anna kápolnák melletti területen. Szombaton délelőtt 300 darab földlabdás lucfenyő és 200 körisfa csemete kiültetésére várják az önkénteseket. A találkozási időpont reggel 10 óra, helyszín a Kápolna utcában az első kőkereszt. Tetrekész a környezetükért felelős önkénteseket várnak szombaton a Szent Anna kápolnáknál lévő területen újabb facsemeték ültetésére. A szervezők kérik, akik részt szeretnének venni az akcióban, csákányt, ásót, kesztyűt vigyenek magukkal, öltözzenek rétegesen és legyen náluk víz és kevés elemózsia, hiszen szükség lesz az energiára az újabb 500 csemete elültetéséhez. Palákázni hívjuk a közösségünk tagjait, szintén a kápolnához, a Szent Anna kápolna szomszédságában, ahol már tavasszal, április 29-én ültettünk el nagyjából 5000 csemetét. Nos, a kipusztult csemetéknek a helyére fogunk új ültetéseket létrehozni most azokkal az emberekkel, akik szeretnének ebben részt venni. Hát az én számításaim szerint, ami eléggé pozitív szokott lenni, nagyjából egy olyan 25% maradt meg, ők a kis túlélők, akik túlvészelték ezt a nagyon száraz nyarat, és hát nekik most kell mindenképpen utánpótlás, de az is lehet, hogy nem feltétlenül a természet számára kell az utánpótlás, mert ő általában megoldja, hanem inkább a közösségünknek van szüksége arra, hogy érezze az együttlétet, érezze azt, hogy számíthatunk egymásra, hogy tényleg közösségként tudunk viselkedni, és ez az őszi faültetés, csemeteültetés szintén ezt a célt fogja szolgálni. A szombati akcióra, az önkéntesek megvendégelésére a szervezők szívesen fogadnak élelmiszeradományokat is, zsírt, túrót, kenyeret, vajat, zöldségeket. De a helyben lesz készítve, mindenki vigyen magával bögrét. A Fusneki Gyergyó akciónak köszönhetően jövőre további csemeteültetéseket terveznek a szervezők. Ez az akció még mindig nem a Fusnekis programmal valósul meg. Igaz, hogy jó sok pénzt összefutottunk ott is. A szerződést még nem írtuk alá, de hamarosan ez is létrejön, és úgy egyeztünk Elekes Istivel, hogy ezt majd akkor tavasszal fogjuk felhasználni, azt a pénzt, amit onnan kaptunk, amit a közösség támogatásából kaptunk. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a következő jó hosszú időszakra, sok évre előre láthatóan minden tavasszal és minden ősszel szervezünk egy ilyen kis közösségépítő akciót, aminek az alapja a csemeteültetés lesz.
A Gyergyószent Miklós fölé magasodó Csobothegyre szombaton, november 5-én reggel tehát várják az önkénteseket. Munkagépekre ez alkalommal nem lesz szükség, kézi erőre annál inkább. Gyergyószent Miklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy november 7-én és 8-án 10 órától 14 óráig osztják a fűtés támogatást, az úgynevezett fapénzt, valamint az energia kiegészítő juttatást az arra jogosultaknak a Szociális Igazgatóság Kárpátok utcai székhelyén. Ezúttal a 2021-es fűtés idényre igényelt júliusi és augusztusi juttatásokat vehetik át az érintettek, valamint a korábban fel nem vett támogatásokat is. Szombaton újabb elektromos hulladékgyűjtési akcióra kerül sor Gyergyószent Miklóson. A nagyobb méretű háztartási gépek elszállításáért telefonon kérhetnek segítséget az érdekeltek, a szervező háztól is elviszi ezeket az elektronikai hulladékokat. Sokszor bosszúságot okoz egy-egy elromlott elektronikai készülék, bár talán megjavítható lenne, de a javítás vagy az alkatrész drágább, mint maga a készülék. Így azt legtöbben lecserélik, a régivel azonban nincs mit kezdeni, a tárolása is fejtörést okozhat. A hétvégén lehetőség lesz megszabadulni ezektől a berendezésektől. Gyergyószent Miklóson november 5-én, szombaton 10 és 17 óra között a már megszokott helyen, a művelődési ház előtti parkolóban lehet leadni a feleslegessé vált, meghibásodott elektromos készülékeket, a meghirdetett kampányhoz csatlakozókat tombolával jutalmazza a szervező. Az elektromos hulladékgyűjtéssel kapcsolatos további információért és a nagyméretű elektronikai berendezések háztól való elszállításáért a képernyőn látható telefonszámot hívhatják az érdeklődők. Jövő év január 1-től 5,1%-kal emelkedik a gyerekpénz összege, közölték kormányközeli források a G4 Média portálnak. A gyermekeknek járó állami juttatás emelése a hatályos jogszabályok értelmében kötelező, és jövő év elejétől is az infláció alapján számított százalék arány alapján kalkulálják. Legutóbb idén januárban nőtt a juttatás, a 2 év alatti gyermekek havi 600 lejt, míg a 2 és 18 év közötti gyermekek havi 243 lejt kapnak az államtól. Az állami és a magánvasúttársaságok szerelvényei az elmúlt évben összesen 3.487.509 percet késtek, azaz 6,6 évet. Eddig az abszolút rekord 2018-ban dőlt meg, akkor kevéssel több mint 9 évet késtek a vonatok. Több évet tesznek ki a romániai vonatok késései. 2021-ben egy évvel és 8 hónappal több késést jegyeztek, mint egy évvel korábban. Összesen 6 év 6 hónapot tette közzé a digi24.ru a közlekedési minisztérium adatai alapján. Az állami és a magánvasúttársaságok szerelvényei az elmúlt évben összesen 3.487.509 percet késtek, azaz 6 év 6 hónapot. Ezzel jócskán meghaladták a 2020-as késéseket. Az abszolút rekord 2018-ban dőlt meg. Akkor kevéssel több mint 9 évet késtek a vonatok. Kiszámolták az átlagsebességet is. Ez 2021-ben 45 km per óra volt, ami csak 5 km per órával haladja meg a Tour de France biciklistáinak átlagsebességét, jegyzi meg a digi24.ról. Mint írják, aggasztó trend, hogy a 2020-ban és 2021-ben, amikor a koronavírus járvány miatt számos korlátozás volt érvényben, tehát kevesebb volt az utas és a járat is, mégis sikerült több késést összegyűjteni, mint a korábbi járványmentes években. Például 2017-ben 6 év 1 hónap, 2015-ben 4 év 8 hónap, vagy 2014-ben, amikor 5 év 9 hónapnyi késése volt összesen a hazai vonatoknak. Összehasonlításképpen, míg a közlekedési minisztérium adatai szerint a romániai vonatoknak 100 kilométerenként átlag 3 perc 48 másodperc késése volt 2021-ben, addig a japán vonattársaság jelentése szerint 2020-ban a szerelvények átlag 12 másodpercet késtek, és ebbe a természeti katasztrófák okozta késéseket is beleszámolták. A digi24.ru arra is felhívja a figyelmet, hogy a minisztérium jelentése szerint a romániai vasúti hidak 27%-ának lejárt a garantált élettartama, és ez meglehetősen sok balesetet is okoz, mint például nemrégiben a prázsmári vasúti felüljáró betongerendája, mely a vasúti sínekre zuhant, és ez több órás fennakadást okozott a közlekedésben. A helyi termékek vásárát október 29-én első alkalommal szervezték meg Marosvásárhelyen, a Tudor lakónegyedben található Gyémánt piac melletti játszótéren, ezentúl minden hónap utolsó szombatján szerveznek ilyen jellegű vásárt. Tudatos vásárlóknak szerveztek vásárt a hétvégén Marosvásárhelyen. A helyszín az eddigi vásároktól eltérően nem a főtér közelében, hanem a Tudor lakónegyedben volt.
Jelen pillanatban 17 termelő van, különböző, egyesek feldolgozó termékekkel, van gyümölcs, van zöldség, vannak handmade, tehát kézimunkák, és a tervek pedig azok, hogy minél jobban kibővítsük, és minél több termelőt bevonjunk, és ezzel együtt vásárlókat is. A vásárban délelőtt 9 órától délután 6 óráig várták az érdeklődőket, vásárlókat. Én friss gyümölcsökkel, főleg, tehát ami most jelen pillanatban a szezongyümölcs, alma, körte, bírsalma, szőlő, házi szőlő és dióbél. Honnan származnak ezek a gyümölcsök? Magyar Décse, Besztercse megyéből. Mekkora területen termesztenek? Hát közel 8 hektárhoz próbálkozunk. Mi naturlevekkel érkeztünk, illetve gombatermékekkel, de a hangsúly a naturleveken vannak, mivel nem tartalmaznak cukrot és tartósítószert. Hőkezelve vannak, próbálunk minél természetesebb leveket szolgálni a kedves vásárlóknak. Gyümölcsfeldolgozóként szőrpőkkel szoktunk kijönni a vásárokba, és ezen kívül főleg azokkal a szőrpőkkel, amelyik cukormentesek, tehát stevia eritrittel édesítünk. Tavaly előtt azért kicsit bővült a palettánk, mivel a pandémia elég időt hagyott nekünk gondolkodni, tehát emiatt most már csokoládékat is készítünk, ezen kívül úgymond energiagólyokat, tehát olyan termékeket, ami több energiát ad a kedves fogyasztónak. A gyümölcs feldolgozásából készült termékek mellett a vásáron helyet kapott a méz és a különböző méztermékek is. 70 családom van jelenleg, és járunk le a Deltától, Kalafátra, az Akácra, hegyekbe, Bilbor, Borszék, amerre milyen virág van, oda szoktunk elvándorolni a méhekkel. Méhészeti szempontból milyen volt az idei év? Elég tűrhető volt az idei év. Az első alkalommal megszervezett vásáron a Gyémánt piac melletti játszótéren nem csak élelmiszertermékek közül válogathattak az érdeklődők. Úgy látom, hogy van rá kereset ezekre a termékekre, mivel ez mind a újrahasznosított alapanyagból készül, meg kézzel készült helyi terméke miatt segít a környezetvédelemre is. Bár most a nehézségek miatt hátrébb szorul a környezetvédelem, de ennek ellenére úgy látom, hogy az emberek érdeklődnek irányta, és amennyiben tehetik, támogatják is a kézműveseket. A szervezők elmondták, főként a tudatos vásárlót szeretnék megszólítani. Tudatos vásárló azt akarja, hogy amikor elmegyek vásárolni, ne a marketing dönts el, hogy én mit veszek, hanem én döntsem el, hogy mit veszek, az alapján, hogy mire van szükségem. Ez egyértelműen megköveteli azt, hogy egyszer szétnézek a házba, mire van szükségem, és úgy megyek el vásárolni. Akár listát írok, leírva vagy fejbe, de mindenképpen a lényeg az, hogy ne a marketing, ne a reklám dönts el, hogy én mit vásárolok, hanem azt én tudatosan felmérem a szükségeimet, és aszerint fogok vásárolni. A vásárt szombaton, október 29-én első alkalommal szervezték meg Marosvásárhelyen. A Tudor lakónegyedben található Gyémántpiac melletti játszótéren ezentúl minden hónap utolsó szombatján, legközelebb november 26-án szerveznek ilyen jellegű vásárt. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, viszontlátásra holnap!